Sokat gondolkodtam azon, hogy elkészítsem-e ezt az anyagot, mert tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek erről a témáról beszélni, hiszen valamilyen formán szerintem még mindig tabú. Viszont pontosan ezért kellene jobban megismerni ezt az állapotot, hiszen köztünk van, hiszen át kell élni, és tapasztalatokat gyűjteni felőle. Tudom, hogy ez a szó nagyon sok emberből félelmet vált ki, de pontosan ezért szeretném egy kicsit jobban bemutatni és elemezni ezt a fogalmat, jelenséget. Mondjuk úgy, hogy egy kicsit barátkozzunk meg vele. Bár mondjuk tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, hogy hogyan lehet megbarátkozni a halál fogalmával és állapotával, de szerintem sokkal közelebb lehet hozni, mármint olyan szempontból, hogyha az ember szerintem megismeri azt, hogy milyen ez a folyamat, akkor teljesen másképpen tudunk róla gondolkodni, és már nem tekintünk rá akkora tragédiaként. Főként ezért szeretném ezt a mai adást elkészíteni, hogy hát ha tudok valamilyen segítséget nyújtani vele. El fogom mondani azt, hogy nekem milyen tapasztalatom van a halállal kapcsolatban, és azt is, hogy milyen tanulmányokat végeztem, és így fog kikerekedni ez a mai adás. Megmondom őszintén, hogy bennem nagyon sokat változott ez az érzés a halállal kapcsolatban, de én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban sem értettem azt, hogy miért gondolják úgy az emberek, hogyha valaki úgymond meghal, akkor ő nem létezik tovább. És arra emlékszem, hogy amikor 5 éves voltam, akkor részt vettem egy ilyen eseményen, és körülöttem mindenki sírt, és hát nagyon szomorúak voltak, szenvedtek. És arra emlékszem, hogy próbáltam valahogyan így nekik 5 évesen elmondani, hogy az, akiről azt gondolják, hogy elveszett, most is van, mert nagyon lehetett érezni a lelkiségét, azt, hogy ő valójában még mindig él, hiszen az élet örök, de természetesen ezt 5 évesen egyrészt hogyan magyarázza el az ember, másrészt meg nyilván nem hallgatnak egy úgymond gyerektestben lévő valakire, mert hát ő mit tudhat erről, és gondolom, hogy sokan azt is hitték, hogy egy 5 éves gyerek még ezt nem igazán érti, tehát nincs tisztában ennek a dolognak a súlyával, és hogy mondjuk ő azért nem sír, vagy nem érez fájdalmat, szomorúságot. Én most jutottam el oda sok-sok tanulás és tapasztalás után, hogy kezdek emlékezni a gyerekkori élményeimre, és azokra az érzésekre, és ugyanúgy gondolkodom egyébként, mint akkor, és valahogy már most is így vagyok ezzel a jelenséggel, mint akkor, amikor szerintem az ember a legtisztább tudatilag, és a legközelebb van az igazsághoz, mert szerintem ez a kor rettenetesen alkalmas arra, hogy az ember a valódi igazságot ismerje meg, tudja, tehát ezt valószínű, hogy az önvalónkból hozzuk, hordozzuk, és emlékszünk az eredeti minőségünkre, és tudjuk azt, hogy a halál, mint olyan, az csak egy kapu, átmenet, és hogy nincs igazából elmúlás, csak a testeknek, a fizikumnak van halála, de szerintem ez sem mindig lesz igaz. Kezdjük azzal, hogy vannak olyan beszámolók, amelyek arról szólnak, hogy kik azok, vagy milyenek azok az élmények, amikor valaki úgymond visszatér a halálból. Biztosan ti is hallottatok már ilyen esetekről, vagy megnéztetek egy-egy ilyen riportot. Nekem az a furcsa ebben az egész történetben, hogy oké, hogy kiemelünk ilyen embereket, de ez mindenkire igaz. Tehát mindenki elmondhatja már
azt magáról, hogy visszatért már ebből az állapotból, ugyanis senkinek sem ez az első testetöltése a Földön. Ez azt jelenti, hogy mindannyian éltünk már más fizimiskában, mindannyian voltunk már másmilyen szerepekben, és a kétféle testetöltés között hát a halál állapota van, ami egy átmenet. Tehát én úgy gondolom, hogy itt már mindenki átélte ezt az állapotot, ezt a folyamatot, mert a halál egyébként szerintem egy folyamat, ugyanúgy, mint ahogyan a születés, csak nem mindenki emlékszik rá. Azt biztosan tudjátok, hogy amikor megszületünk, akkor úgymond születési amnéziát kapunk, hát már aki, és nagyon sok mindent elfelejtünk az eredetiségünkből, és abból, hogy korábban milyen testetöltéseink voltak, vagy hogy most mit kell teljesíteni. Mondjuk én ezeket nem felejtettem el, rám nem igazán hatott ez a születési amnézia, és rengeteg mindenre emlékszem a korábbi testetöltéseimmel kapcsolatosan, meg arra is, hogy én kikkel éltem annó, milyen feladatokat láttam el, illetve hát a mostani testetöltésem feladatait is leírtam már gyerekként, lerajzoltam, mondjuk úgy, hogy az egész életemet előre, megterveztem, elterveztem, és minden pontosan ugyanúgy zajlik anyagban. Ezt az állapotot már mindenki átélte, hiszen szerintem itt nagyon sok idős, úgymond öreg lélek van a Földön, ez azt jelenti, hogy már nagyon sokszor jártunk itt, és mély tapasztalataink vannak. Tehát a halál állapotát én úgy gondolom, hogy már minden ember átélte, nem is egyszer, hanem nagyon sokszor. Az is lehet, hogy vannak olyanok, akik emlékeznek erre, de szerintem a halálra, mint olyanra nem emlékezhetünk teljesen, 100%-osan, csak esetleg az előtte történő esetekre. Hát vannak olyanok, akik emlékeznek arra, hogy mondjuk korábban hogyan haltak meg, és ezt el is tudják mondani. Vannak, akik mondjuk ezt meditációban tudják feltárni, de olyanok is, akik teljesen éberen el tudják azt mondani, hogy ők már milyen testetöltésekben vettek részt, és hogy mi okozta a halálukat mondjuk a korábbi testetöltéseikben. Egyébként erről én is tudnék mesélni, de nem konkrétan az én halálomról, hanem azéről, akivel én korábban együtt éltem, mert én arra is emlékszem, amikor ez az eset megtörtént, és az utána lévő műveletekre is, vagy azokra az eljárásokra, amiket ugye egy ilyen eset után végig kell vinni. Ez nagyon érdekes, nagyon mély nyomot hagyott bennem, és talán olyan 18 éves lehettem, amikor ezt totálisan le tudtam írni, vissza tudtam rá emlékezni. De egyébként szerintem nem csak erre emlékezhetünk, hanem nagyon-nagyon sok olyan eseményre, amelyek a korábbi leszületéseinkkel kapcsolatosak, és ezek szerintem így folyamatosan szépen bukkannak elő a mostani úgymond életünk során. Hát én azt már sokszor elmondtam a korábbi anyagokban, hogy az élet örök. Ha az önvalót vizsgáljuk, az egy örök rendszer. És ez az önvaló nagyon sok testet mozgatott már. Ahogyan mondtam, nagyon sok szerepben próbáltuk már ki magunkat, mivel hogy kell a tapasztalás. És ezen állapotok között ott van a halálnak nevezett jelenség, mint kapu átmenet. Én azt szoktam mondani, hogy a halál az nem a vége valaminek, hanem a kezdete. Szerintem a halál mindig kezdet, mindig valami felé mutat. Természetesen nem mindegy, hogy utána mi lesz úgymond az emberrel, vagy ezzel az energetikai halmazzal, hogy hogyan alakul át, de szerintem elveszni sosem tud. Nem gondolnám, hogy ez totálisan meg tudna semmisülni. Én azt gondolom, hogy csak átalakulni képes, az energia nem vész el, csak átalakul, és mindig újabb és újabb alakot öltünk, egészen addig, amíg ugye itt kell lennünk a Föld nevű bolygón, fizikai alakban, de hát nem csak ez az egy minőségünk van, nem csak a fizikai meglétre mondhatjuk azt, hogy ez az élet, hanem sokkal messzebbre kell látni, és úgy gondolom, hogy a szellemi aspektusokat is kell vizsgálni, vagyis azt, amikor mi
már nem leszünk testekben, mert nem lesz rá szükség, és úgy is csodálatosan tudunk majd működni, szellemi síkon, mindenféle anyagi korlátok nélkül, bár én úgy gondolom, hogyha arról beszélünk, hogy mi az igazi élet, akkor számomra ez mindenképpen a szellemi sík, a szellemi szint, egy nagyon magas tudatállapot, ami nem korlátozódik anyagra, fizikumra. Én azt érzem a földi létezésem kapcsán, főleg ebben a korszakban, és testben, fizikumban, hogy én nem tudok 100%-osan itt kiteljesedni, szerintem anyagban sosem lehet, mert az anyag az mindig tökéletlen marad, és a testünk is, hiszen a testnek, az anyagnak pontosan az a tulajdonsága, és a legfőbb jellemzője, hogy múlékony. De egy múlékony anyagban, formában az ember soha nem tudja elérni, hát egyrészt a teljes szabadságát, mert ez tényleg olyan, mintha a léleknek valamiféle börtöne lenne, másrészt pedig szerintem soha nem tudunk igazán 100%-osan kiteljesedni, és hát én azt is mondhatnám, hogy nem tudjuk igazán élvezni az életet, mint olyat. Mert az élet, mint olyan, szerintem mézédes. De fizikumban, ezekben a nagyon nehéz állapotokban, hát nem igazán mondhatnánk azt, hogy az élet az édes és jó és könnyű, hát azt szoktuk mondani, hogy az élet bizony nehéz. Bár én azt mondom, hogy nem az élet nehéz, csak a fizikai változata az, ami nehéz, de ezen is lehet könnyíteni, és én úgy gondolom, hogy ez még könnyedebbé fog válni az idők során, és lehet, hogy már abban a bizonyos paradicsomi állapotban, amiről ugye én is olyan nagyon sokat beszélek, ott már sokkal könnyebb lesz testekben helyet foglalni, bár én azt is tanultam, és egyébként én is így érzem, hogy ott már csak sziluettek lesznek. Tehát, hogy nem kell ez a nagyon erős, durva fizikai megnyilvánulás, ez a nagyon sűrű anyag, ami rengeteg mindenben akadályoz. És ahogyan én mondtam, szerintem az élet az sokkal tágabb kategória, mint hogy ráfogjuk csak simán erre a fizikai létformára, hiszen van a lelki aspektus is, és ott a szellemi sík is. Tehát mindegyikben megnyilvánulunk, nem csak fizikumban vagyunk, és nem csak erre lehet azt mondani, hogy mi vagyunk, hanem vannak más dimenziók is, amelyekben ugyanúgy létezünk, vagyunk, leszünk, bár szerintem ez állandó, és most is benne vagyunk, csak amit mi látunk, az a fizikum maga. Mert ez az, amit ugye a szemünkkel látunk, és nagyon sokan ugye csak azt hiszik el, amit látnak a szemükkel, de nem gondolnak tovább egy ügyet, vagy sok ügyet, és nem nézik meg, hogy mi van a dolgok mögött. Én ezért hoztam létre a magazinomat, a programomat, hogy minden mögé lássunk, és bemutassam azokat a jelenségeket, amelyek itt vannak a Földön, és amelyeket mindenki átél, mert mindenkire ugyanazok a törvényszerűségek vonatkoznak a fizikai meglétben is, de megpróbálom őket tényleg úgymond közelebb hozni, bemutatni, megismertetni, hogy egyrészt ne féljünk ezektől a jelenségektől annyira, másrészt pedig, hogy lássunk sokkal tágasabban, nyitottabban, színesebben, mert szerintem így sokkal könnyebb úgymond végigcsinálni ezt a fizikai létet, amiről ugye azt szoktuk mondani, hogy ez nagyon nem könnyű. Meg ugye azt is szokták mondani, hogy az élet az rövid. Szerintem az élet nem rövid, egyrészt, másrészt én azt mondom, hogy az élet örök. Csak a fizikai meglétre lehetne azt mondani, hogy rövid, bár nem tudom, hogy a 80 évet például rövidnek lehet-e nevezni. Hát én 40 éves leszek, és szerintem ez a 40 év is nagyon-nagyon sok volt és hosszú volt. Én egyáltalán nem mondanám azt, hogy ez rövid volt. Számomra sokszor nagyon nehéz volt, vontatott, és annyi minden tartalmazott, hogy sokszor azt érzem, hogy már 5 millió életet éltem le, ami lehet egyébként igaz is, mert ahogyan mondtam, nagyon sokféle
testetöltésünk volt már, és hát nagyon sokan éltek például már az ókorban is, és most gondoljátok el, hogyha minden korszakban többször leszülettünk és itt voltunk, hát egyébként nem csoda, hogy az ember már ennyire fáradt, mondjuk, mint amennyire én fáradt vagyok, bár én mondjuk nagyon ős öreg vagyok, nagyon egy ilyen ősi öreg rendszert képviselek, és hát én úgy gondolom, hogy nekem ez az utolsó testetöltésem, bár mondjuk én már ezt sem szívesen vállaltam, szóval én nem önszántamból vagyok itt, mert számomra nagyon, hát ugye én el szoktam mondani, hogy én mit érzek ezzel az itteni létezéssel kapcsolatban. Szóval igen, nekem ez az egész még itt nagyon gyerekcipőben jár, és hát igen, olyan dolgokról kell beszélnem, sokszor ilyen nagyon leegyszerűsítve, amelyek számomra rendkívül evidensek, természetesek, de hát tudom, hogy nagyon sok mindent le kell ide fordítani azért, hogy azok is megértsék, akik mondjuk még nem tartanak ilyen szinten. És hát egyébként én a halállal is így vagyok. Én megmondom őszintén, hogy engem ez a fajta dolog nem igazán, hát nem azt mondom, hogy nem érdekel, de egyáltalán nem fektetek ebbe olyan nagy energiát, mert tudom azt, hogy ez egy átmenet, ez egy kapu. És igazából azt a cél szolgálja, hogy az ember itt ugye leteszi azt a testet, amivel ő már elvégezte a dolgát, aztán jön a következő, a harmadik, a negyedik. Én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor leveszed a kabátodat, és fölveszel egy másikat helyette. Hát az is egy tök természetes állapot, nem? Hogy kint hideg van, akkor mondjuk felveszel egy hosszú téli kabátot, aztán hazamész, beakasztod a szekrénybe, és mondjuk tavasszal pedig felveszel egy könnyebb kis jacket, és akkor meg azt veszed ki a szekrényből, és azt öltöd magadra. Hát ennyi. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a halál állapota az annyi, mint hogyha te fognád, és kicserélnéd a kabátodat. Tehát, hogy, és ezért miért kell ilyen szenvedéseket átélni, vagy miért van az, hogy sokan ennyire beletemetkeznek a fájdalomba, szóval, hogy szerintem sok esetben ezt egy kicsit túl misztifikáljuk, ezt az állapotot, vagy vannak, akik nagyon túl reagálják, de hogyha így szemléljük ezt az egészet, akkor szerintem sokkal könnyedebbé lehet ezt tenni, és hát azt is mondhatnám, hogy ez ugyanolyan, mint a születés. Tehát, hogy ez két oldala ennek a dolognak. Van a születés, és van a halál. De ez nem az élet ellentéte, egyik sem. Születéskor nem az élet az, ami elkezdődik, és halálkor nem az élet fejeződik be, mert ahogyan mondtam, az élet az egy örök halmaz. Születéskor csak a fizikai testet öltésed kezdődik el, az, hogy te formába kerülsz, ami szerintem egyáltalán nem olyan nagy örömmel jár, vagy hogy mondjam, tehát szerintem azért nem olyan nagy öröm az, hogy az embernek ide kell jönnie. Tehát ugye azt is szokták mondani, és nyilván nagyon sokan örülnek akkor, hogyha megszületik valaki. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon sok esetben sajnálom a lelkeket, hogy ide kell jönniük, testet kell ölteniük, mert a léleknek valamilyen szempontból a test az börtön. Tehát, hogyha ide leszületik egy lélek, az olyan, mintha te börtönbe raknád, és szerencsétlennek végig kell élni egy ilyen úgymond nagyon nehéz fizikai létezési formát, és hát tudjuk azt, hogy a fizikai létezés milyen fájdalmakkal jár. Tehát akkor megkérdezem azt, hogy melyik az öröm, és melyik a felszabadulás, hiszen halálkor az ember leteszi a testét, nem? És akkor a lélek szabaddá válik. Hát nem annak kellene inkább örömnek lennie, mint annak, hogy az emberek belenyomorítanak lelkeket újabb és újabb testekbe. Én például, én ezt senkitől nem kívánnám, hogy ő idejöjjön és végig szenvedje az egész életét, mert ahogyan mondtam, a fizikai létezés szenvedésekkel jár. Szellemi szinteken nincs szenvedés. Ott ez meg sem fogalmazódik. A lélek is csak akkor tud szenvedni, ha test kapcsolódik hozzá. Tehát ahogy te bekerülsz a testbe, vagy mondjuk úgy, hogy a testhez hozzá kapcsolódik egy ilyen energetikai halmaz, amit ugye léleknek nevezünk, onnantól kezdve te elkezdesz szenvedni, mert a fizikai anyag az blokk. És rengeteg mindenben hátráltat. Hát nézzétek meg, hogy a gyerekek többsége sírva, ordítva jön világra. De ez miért van? Hát ezért.
Hát mert a szabad lélek bekerül egy testbe, és szerencsétlen, hát már akkor tudja, hogy rohadtul nem lesz könnyű ez a fizikai világ, ez az itteni állapot, és hogy még mennyiszer fog sírni, bőgni, mennyiszer fog szenvedni, fájdalmakat átélni. Én ezt senkinek nem kívánom, mert ahogyan mondtam, én nem szeretnék egy szabad lelket belenyomorítani egy testbe. Én azt szeretném, ha a szabad lélek fellélegezne, és függetlenül és tényleg szabadon létezhetne, mert szerintem ez egy sokkal jobb állapot, és akkor, hogyha még magasabb szintre megyek, akkor szerintem az igazi élet és az igazi szabadság az a szellemi szint, amikor az önvalód, aki te valójában te vagy, és nem a tested, nem ez a formád, szellemi szinteken létezik csupán, ahol nincs anyag, ahol nincs anyagi viszonylat. Mert ahogyan mondtam, az anyag soha nem lesz tökéletes, hát vagy legalábbis eddig még nem tudtuk ezt elérni. Aztán lehet, hogy az aranykorban majd az lesz, de majd erről is fogok beszélni, hogy nekem mi a gondolatom. És hát nagyon-nagyon sok akadály van itt. Én azt szoktam mondani, hogy maga a test a blokk. Tehát, hogy persze a testen belül is vannak blokkok, de a test eleve blokk, és rengeteg mindenben akadályoz. Hát én azt is mondhatnám, hogy szinte mindenben. Persze tudom, fel lehetne ezt úgy is fogni, hogy mennyi lehetőséggel jár az, hogy az ember testbe kerül, mert állítólag a lélek csak így tud fejlődni testekben, és az itteni tapasztalások során, hát igen, egy darabig szerintem, de aki eléri már a mesteri szintet, az tuti, hogy nem fog ide vágyódni, és igazából szerintem neki már nem is kell nagyon fejlődnie, tehát nem kell ide jönni, és nem kell felvenni azt a bizonyos kabátot, azt a nehezéket, hanem meg lehet tőle válni. Az is nagyon érdekes, hogy a halál szó mint olyan, hogyan tevődik össze. Nézzük meg, mert nagyon sok új dolgot el tudok erről mondani, és ahogyan mondtam, még egy picit közelebb tudom hozni ezt az állapotot. Szóval a halál az áll egyszer a hal szóból, szótagból, és áll az áll szótagból. Az áll, ugye amit egy ellel írunk, az azt jelenti, hogy valami, ami nem igazi. Valami, ami hamis, talmi, ami nem a tényleges igazságot mutatja. És akkor azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondtam. Tehát akkor a halál az mit jelent? Nem azt mutatja, ami a tényleges valóság. Mögé kell látni. A halál nem azt jelenti, hogy valami végleg elmúlik, hiszen benne van az, hogy áll, hamis, talmi, ne higgy neki. Ennyi a lényeg. Ne higgy neki. Mert az csak annyi, hogy az anyag elmúlik. De az anyag ilyen. Az anyag nem fog neked örökké megmaradni, de nem is ez a dolga. És szerintem az sem a dolgunk, hogy mindig ugyanazokban a formákban éljünk, létezzünk, mivel hogy nagyon sok szerepet ki kell próbálni. Aztán ugye ott van az is, hogy hal, és nyilván most mindenkinek ugye a hal, mint vízi élőlény jut eszébe, viszont nekem eszembe jut róla a hál szó is, ami azt jelenti, hogy valaki, aki alszik, alvó állapotban van. Hát az alvástól sem félünk, ugye? Viszont nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az alvást például a franciák kis halálnak nevezik. Mivel alvás közben mondjuk úgy, hogy egy picit hasonló folyamaton megyünk végig, mint amilyen a halál. És akkor mondhatnánk azt, hogy már minden ember százszor, ezerszer, vagy több tízezerszer átélte már a halál állapotát, hiszen aludni, gondolom, mindenki szokott. Alvás közben az ember kilép a testéből. Aztán, mielőtt felébredünk, visszalépünk, és bizony ott is történnek különféle dolgok, cselekedetek. Tehát mondhatnám azt is, hogy valamilyen szempontból már itt is átéljük ezt a folyamatot, és egyébként ezt gyakorolni is lehet, hogy az ember hogyan lép ki, hogyan jön vissza, de ugye az embereknek a többsége erre nem emlékszik,
Tehát nem tudatos arra, hogy ő alvás közben mondjuk kilép a testéből, aztán visszalép, vagy akár ezt többször is megtesszük. De egyébként ezt éber állapotban is meg lehet tenni. Én mondjuk meg tudom csinálni. Én mondjuk gyerekkoromban is már nagyon sokat, nem azt mondom, hogy gyakoroltam, mert én már így jöttem ide, hogy én kibe tudok így mászkálni, mondjuk így, de egyébként szerintem ma rettenetesen sokan vannak, csak nem mindenki tudatos erre, meg nem mindenki ismeri föl azt, hogy ez milyen. Ezt is érdemes lenne tárgyalni, lehet, hogy majd lesz egy ilyen adás is, hogy a testkilépés, a testcsere, és egyáltalán ez az egész mechanizmus, ez hogyan zajlik. Nagyon érdekes egyébként. Szerintem nincs benne semmi félelmetes. Nem tudom. Számomra ez tök evidens, hogy hát hozzá tartozik a fizikai létezésünkhöz. Én azt is mondhatnám, hogy a fizikai létezésünk ennyire színes, ennyire gazdag, hogy ilyen dolgokat is meg tudunk csinálni. Szóval alvás közben ezt mindenki átéli, és ahogyan mondtam, a franciák nem véletlenül nevezik az alvási időszakot úgy, hogy kis halál, mert tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy az igazi nagy halálnak a leképeződése. De nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy kicsi meg nagy. Én úgy gondolom, hogy állapotok vannak, és nagyon sok mindent átélünk. Aztán az is eszembe jut egyébként, hogy hát a születésünk előtt sem féltünk azért, hogy mi most ide fogunk jönni. Gondolom, hogy nem emlékszik arra senki, hogy milyen volt, amikor ő még lélekként készülődött arra, hogy ő most le fog ide születni testbe, és gondolom, hogy arra sem emlékeztek, amikor a magzati testhez kapcsolódtatok, és gondolom, hogy nagyon sokan a születésükre sem emlékeznek, mármint arra, amikor fizikailag testet öltöttek, és csatlakoztak a magzati testhez, és arra sem, amikor mondjuk, hát kibújtak, és mondjuk úgy, hogy a világra jöttek, bár szerintem a világra jövetel az ennél sokkal tágabb kategória. Meg mi már előtte is világon voltunk, tehát nem az a világra jövetel, amikor te kibújsz, és egy testben utána elkezdesz mocorogni, mert te már előtte is léteztél, sőt, hát én úgy gondolom, hogy ez az önvaló, vagy ez a halmaz, ez mindig is él, ez mindig van, tehát ennek nincs vége. A testnek van úgymond eleje meg vége, vagy ennek az itteni fizikai mi voltnak, de szerintem ezzel nincs is semmi gond. Mert miért kellene mindig ugyanabban a testben létezni? Nagyon érdekes ez. Szóval, hogy a születésünk előtt sem féltünk, meg igazából nem is nagyon emlékszünk rá, nem tudom, hogy ki az, aki erre emlékszik, szerintem nem nagyon van ilyen, vagy maximum, hát nagyon kevés ember. De egyébként szerintem a halál állapota is ugyanez, és én igazából nagyon nem is tennék különbséget a kettő között, mert ez a pólus két oldala. Ugye itt minden kettős, és polaritás van, és megjelenik mindkét oldal. Tehát megjelenik egyszer az, amikor létrejön az anyag. De az is, amikor ez az egész úgymond egy kicsit háttérbe szorul. De hát ott vannak a köztes állapotok. És mikor beszélünk a köztes állapotokról, amikor nem vagyunk testekben, de ugyanúgy létezünk. Hát nem tudom, hogy erre ki emlékszik vissza, hogy a különféle testet öltései között milyen állapotokban volt, és hogy ott mi a dolgunk. Hát nagyon sokféle dolgunk van akkor is, amikor úgymond szellemi vagy lelki szinteken vagyunk, amikor tulajdonképpen a mi lényegiségünk az egy energetikai halmaz, amihez nem csatlakozik ez a blokk, ami a test. Szerintem ott is nagyon fontos feladataink vannak, és egyébként én úgy gondolom, hogy ott nagyon sok mindenről döntünk, sőt, hát én azt tanultam, hogy igen, igazából akkor döntjük el azt, és beszéljük meg, úgymond a szellemi vezetéssel, hogy nekünk egyrészt újra kell jönnünk, tehát újra kell inkarnálódnunk, másrészt pedig, hogy milyen feladataink lesznek, hogy hova kell leszületnünk, milyen testbe, milyen nemiséget kell képviselni, hogy mit kell itt ellátni, hiszen a testetöltés feladat. Ha nem lenne feladat, nem kellene idejönni. Nem kellene újra születni. És hát ha az ember újjászületik, akkor meg nincs tovább fizikai viszonylat, de szerintem az az igazi szabadság. Ahogyan mondtam, szerintem most nem vagyunk szabadok, vagy csak ideig óráig, de a tökéletes igazi szabadságot nem tudjuk így átélni. Tehát érdemes lenne a köztes állapotokkal is foglalkozni, mert azok is nagyon fontosak, és azokat is átéljük, noha nem mindenki emlékszik erre,
De attól még van. Tehát, ahogyan mondtam, minden mögé kéne egy picit látni, és nem elhinni azt, ennek az általmi hamis állapotnak, hogy ő aztán a véget jelenti, és hogy onnantól kezdve totálisan megsemmisül az illető. Nem, nem semmisül meg. A teste, az oké. De a tartalom, az megmarad. Ez olyan, hogy te veszel mondjuk egy terméket, ami be van zárva egy dobozba. Kiveszed azt a terméket, mondjuk legyen az egy nagyon finom sütemény, az maga a tartalom, te azt megeszed, a dobozát meg gondolom kidobod, vagy a zacskót. Hát ez ugyanilyen. De hát a tartalom az igazából, mondjuk úgy, hogy nem fog elmúlni, vagy megsemmisülni azért, mert te kidobod a zacskót. Értitek? Tehát a tartalmat, azt tudod hasznosítani a zacskó nélkül is, nem? Hát az van, az létezik, az nem fog megszűnni. A körítés szűnik meg, maga az anyag, de a tartalom, ami a lényeg, a velő, vagy azt is mondhatnám, hogy az eszencia, a kvintesszencia, az mindig él. Hát gondoljátok, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy ezek az igazi magok, ezek a fényes magok, maga kvint eszencia, az elmúljon, akkor mire lenne ez az egész? Akkor ez tök értelmetlenség volna. Nem. Itt pontosan az a tanulnivalónk, hogy túllássunk az anyagon, nagyon erősen, főleg ma, és tudjuk azt, hogy ez az egész csak egy ilyen illúzió. Nem a szellemiség az illúzió, meg a lelkiség, hanem az anyag. És az anyag az, ami csak ideig, óráig láttat valamit, viszont a lelkiség, a szellemi aspektus, az mindig él, az van. Hát a szellemiségnek szerintem az a legfőbb jellemzője, hogy az örök, az állandó. A test pedig igazodik a lélek szintjének, mondjuk úgy, hogy váltakozásaihoz, mert ugye itt nagyon sokféle fejlődési folyamaton kell végigmennünk, tehát én úgy gondolom, hogy a test, a forma, az anyag, az igazodik a tudatszintek váltakozásához, és mindenki olyan testet ölt, amilyen tudatszinten érkezik ide, és amilyen a feladata. Hát erről beszéltem, hogy a köztes állapotokban pontosan az a lényeg, hogy egyrészt kivonjuk a tanulságot a korábbi testetöltéseinkből, hogy mit tudtunk itt megoldani, mennyire tudtunk fejlődni, és utána eldöntsük azt közösen a szellemi vezetéssel, vagy mondjuk úgy, hogy a törvényszerűséggel, hogy egyrészt kell lejönnünk, másrészt, hogy milyen feladatokat kell újra ellátni. Tehát ez egy átmenet, ez egy körforgás, hát ugye erre mondják azt, hogy ez a szamszára, vagyis amikor az ember újra és újra bekerül ebbe a létforgatagba, bár ahogyan én már többször elmondtam, szerintem a lét, mint olyan, az ennél sokkal tágabb kategória, és nem csak a fizikumra vonatkozik. Tehát a hal-ál kifejezés az azt jelenti, hogy hál, vagyis valaki, aki alszik, az ál pedig azt, hogy ne higgy annak, hogy itt véglegesen minden elmúlik, hogy elmúlik az igazi minőség, mert az nem múlik el, maximum, csak átalakul, bár én azt mondom, hogy csak a test tud átalakulni, a szellemiség az szerintem nem alakul, az állandó, az örök, és az mindig ugyanaz. Az egy szilárd pont, az egy nagyon erős és nagyon pontos, örökké fellelhető rendszer, viszont ugye mivel a léleknek szüksége van a fejlődésre, ezért csatlakozik a fizikai testhez, elkezdi mozgatni, és itt vagyunk a Földön fizikai viszonylatban, mivel hogy, hát mondjuk úgy, hogy itt tudunk a leginkább fejlődni, mert hogy itt nagyon erős súlyzók vannak, igen. Tehát ezért mondják azt, hogy az élet az nehéz. Mert a fizikai létezés az tényleg szerintem rohadt nehéz, szerintem nem kellene ennyire nehéznek lenni. Én sokszor megszoktam azt magamtól kérdezni, hogy én ennyire bűnös vagyok, hogy ilyen sok nehézségen és akadályon kellett keresztül menni, és hogy még mindig nem látom ennek a végét, pedig már nem tudom hány éve vagy évtizeden menetelek. Szóval, hogy én egy picit ezt olyan, hát félve mondom ki, de igazságtalannak érzem, mert hát én nem emlékszem arra, hogy én ennyire, nem tudom én, hát most bűnös lennék, de szerintem ezt nagyon sokan megkérdezik maguktól, mert nem értik azt, hogy miért van ennyi nehézség. Szerintem elég lenne sokkal kevesebb is. Nyilván nagyon sok embernek megfogalmazódott már az a fejében, hogy
a halál állapota az milyen, és hogy ez őt hogyan érinti, de ahogyan mondtam, ezt már valamilyen formán mindenki átélte, hiszen nem először vagyunk itt. És ahhoz, hogy mindig újabb és újabb testekbe tudjunk kerülni, nyilván, hát ugye közte van ez az átmenet, tehát én azt mondanám, hogy a halál, mint olyan, az egy kapu. Kapu, vagy egy ajtó, és olyan, amikor mondjuk az egyik szobából átmész a másik szobába, és a halál az maga az ajtó. Ennyi. És a két szoba az meg a kétféle testetöltésed, vagy a kétféle állapotod, amit itt és most meg kell jeleníteni, és hát valószínű, hogy sokkal több ajtó van, mint egy. Lehet, hogy rengeteg ilyen ajtón keresztül mentünk már, de egyébként nekem a halálról, vagy erről az állapotról csak jó dolgok jutnak eszembe, mert hogy én egy olyan nagyon csodálatos élményt éltem át ezzel kapcsolatban, ami sokkal magasztosabb, felemelkedettebb és barátságosabb, mint maga a fizikai létezés. Én 27 éves voltam, amikor nagyon-nagyon beteg lettem. Hát mondhatnám azt is, hogy már totálisan majdnem kiszáradtam, és rengeteg vitamint kaptam, hát így nyomták belém. Az az igazság, hogy már majdnem utolsó pillanatban mentem el. Hát akkor nagyobb adagú, dózisú vitaminokat írtak fel nekem, és hát én azokat elkezdtem szedni, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy szerintem egy kicsit késő volt, és akkor történt az, hogy hát akkor már tényleg nagyon rossz állapotban voltam, rettenetesen gyenge voltam, nagyon fáradt, és totál kivoltam száradva, tehát nagyon durva volt. És képzeljétek el, hogy hát 27 voltam, amikor egyik este, hát átéltem azt, amiről ugye nagyon sokan szoktak beszélni, hogy egy ilyen nagyon erős fényt láttam, de ez a fény, ez nem vakító fény, hanem olyan simogató, nagyon jó érzés volt, és olyan volt, mint hogyha, igen, mint hogyha keresztül mentem volna egy kapun. Én azt az alagutat, amiről olyan nagyon sokan beszélnek, azt igazából csak így egy pillanat alatt éreztem, én már rögtön így a fénybe voltam. Ez egy ilyen, ahogyan mondtam, nagyon egy ilyen békés állapot, ezt a békés állapotot, és ezt a nagyon meleg fényt, szóval tényleg lehetett érezni, hogy ez egy ilyen meleg fény, hogy melegséggel tölt el, ezt itt földi viszonylatban nem érzett sosem. Még akkor sem, hogyha beáz a szoláriumban. Szóval ez nem olyan. És nekem, hát szóval nekem annyi volt, hogy engem visszaküldtek, mert akkor még nem mehettem át, úgymond ezen a bizonyos kapun, mivel hogy még dolgom volt. És hát ugye ezt a munkát csinálom azóta, és igen, ez volt az a pont, amikor én váltottam, de egyébként nagyon sokan elmondják, hogy utána kezdenek el váltani, és egy teljesen új irányba elindulni, és hogy mondjuk úgy, hogy utána elindulnak azon az úton, amin megtérnek. Na hát én 27 éves voltam, amikor ez az egész elkezdődött, aztán 35 évesen is átéltem egy nagyon durva, nagyon kemény állapotot, viszont azt már úgymond éberen, de az ilyen nagyon erős szenvedés volt, és én szerintem ott is kiléptem ebből az egész rendszerből, szóval az már nem volt ennyire barátságos, és ennyire meleg és fényes, az nagyon durva volt. 35 évesen az brutál volt, azt nagyon nehezen éltem túl, mert igazából akkor totál a tudatomnál voltam, és úgy azért benne lenni egy ilyen dologban, na hát azért az durva. És hát az első állapot, amire visszaemlékszem, az nagyon fantasztikus volt, mert én egyébként ebből az energiából még most is nagyon sokat merítek. Tehát én úgy gondolom, hogy a halál fogalmának, mint olyannak, többféle változata van, és van egyszer az, amikor az ember átéli ezt, és látja ezt a fényt, és benne van, és nagyon jó érzéssel tölt el, mert tényleg olyan békét éreztem, és nyugalmat, olyan felszabadultságot, amit én azóta sem éreztem, sőt, előtte sem. Szerintem ezt fizikai testben viszonylatban nem tudom, hogy át lehet-e élni. Vagy nagyon-nagyon kemény mesteri szinten kell lenni ahhoz, hogy hát nem tudom, hogy ezt az ember átélje, de szerintem ezt így nem igazán lehet. Viszont hát nyilván vannak olyan
állapotok, amelyeket az ember meg sokkal nehezebben él át, és visel el a szenvedéseket, de ahogyan mondtam, szenvedés az csak fizikai viszonylatban van. Tehát amikor ugye éberen éli át az ember ezt, akkor nyilván szenved, mert a tudatodnál vagy. Viszont amikor kilépsz a testedből, az egy tök más állapot, az egy ilyen nagyon erős szabadság. És hogyha így nézzük, akkor szerintem ez az állapot, amire azt mondják, hogy hal áll, akkor ez nem is olyan rossz. Hiszen ott az ember bekerül egy ilyen sokkal békésebb állapotba. Bár mondjuk szerintem nagyon függ ez attól, hogy az ember előtte hogyan élt. Meg hogy miért van itt, hogy milyen feladatai vannak, mert szerintem a halál állapota, mint olyan, az ehhez fog igazodni. De ahogyan mondtam, szerintem már nagyon sokféle ilyen változatot átéltünk, de milyen érdekes, hogy ezt mondom, hogy a halált már ugye átéltük. Igen, na látjátok, ez tök jó, hogy a halált azt átéljük. És ugye szokták mondani, hogy a halál utáni élet. Hát én nem így mondom, hanem úgy, hogy az életben, mint halmazban, az egy halmaz, abban vannak úgynevezett halál állapotok, amelyek azt jelentik, hogy te kilépsz a testedből. És hogy utána mi történik azzal a testtel, az ugye egy jó kérdés. Hát van úgy, amikor ez totál elporlad, megsemmisül, de olyan is van, hogy ugyanabba a testbe vissza lehet lépni, hát ugye Jézus is ezt tette, és ugyanabban a testben folytatott tovább a feladataidat. Hát ugye 27 évesen én is ezt éltem át, és azok is, akik ugyanúgy visszakerültek, de ahogyan mondtam, alvás közben ez hát ugyanígy előfordul, csak erre az ember, mint olyan, nem emlékszik, mert szerintem egyébként nagyon sok mindenre nem is emlékezhetünk. Tehát azért itt azt is figyelembe kell venni, hogy azért nem minden van feltárva előttünk, csak azok a nagyon erős momentumok, átmenetek, pillanatok, amelyekre nekünk szükségünk van ahhoz, hogy egyrészt emlékezzünk rá, azért, hogy hát, hogy tanuljunk belőle, meg hogy el tudjuk mesélni, mert mondjuk, hogyha én nem emlékeznék erre, akkor hogy mesélném most ezt el sehogy, mert olyan, mintha meg se történt volna. De szerintem nagyon sokszor átéltük már ezt az állapotot, ebben a teste töltésünkben is, csak ahogyan mondtam, nem vagyunk rá tudatosak, hogy ez az. Vagy nem vagyunk arra tudatosak, hogy ez valóban ugye megtörténik, meg hogy egyáltalán hányszor, mert igazából szerintem fel se ismerjük, vagy nagyon sokan nem is ismerik föl ezt. Csak tudod, hogy valami más, mint eddig, és olyan érdekes, mert amikor én felébredtem, akkor totálisan emlékeztem erre a fényre, és arra, hogy mi történt ott, és hogy milyen sugallatot vagy gondolatot kaptam, hogy miért kell nekem ide visszajönnöm. Tehát ez nagyon megmaradt bennem, de ott olyan, mintha az ember kapna egy ilyen energia töbletet, löketet. És tök érdekes, mert én utána elég gyorsan felépültem. Előtte viszont iszonyatosan kemény állapotban voltam. Hát szerintem ott egy hajszálon múlott az, hogy én visszajövök-e vagy nem ide. De hát mivel nekem az a feladatom, hogy beszéljek, és adjam át ezeket az ismereteket, nyilván vissza kellett jönnöm ebbe a testbe, hogy hát el tudjam mondani. Szóval az életünk és az itteni feladatvállalásaink az mind szolgálat. És hogyha neked még van feladatod, és szolgálattal kell élned, akkor jössz. Addig jössz, amíg ezeket a dolgokat el nem végzed, és hát nyilván vannak ilyen karmikus, úgymond tartozások is, bár szerintem ezeket is, hát ha nem is azt mondom, hogy felül lehet írni, de meg lehet oldani, ki lehet pipálni, és amikor az embernek már nincsenek ilyen feladatai, akkor nem kell szerintem már fizikai testet tölteni, és hát a mestereknél ez ugye így is van, és hát vannak olyan szellemi vezetők, akik most sincsenek fizikai formában, de hát ők attól még élnek. Tehát vannak, és lehet érezni az ő lelkiségüket, hát én is érzem, hát tudom, hogy miről beszélek, hát tudom, hogy ők léteznek, de ahhoz, hogy az ember létezzen, ahhoz nem kell fizikum, nem kell hozzá anyag. Hát én úgy gondolom, hogy minden enélkül is él, tehát minden él fizikum nélkül is, sőt, hát az élet, vagy azt is mondhatnám, hogy ez az él, mint olyan, az, ami egy nagyon kontúros dolog, ami éles, ami látszik, az megnyilvánul anyag nélkül is. Bár szerintem az élet, mint olyan, az azt jelenti, hogy az elgondolás úgymond fizikai formátumot ölt,
Ezért mondjuk azt, hogy él, hogy éles, hogy látszik, hogy megnyilvánul, de ha az ember ezen túl lát, és nem a szemével néz, hanem ami teljesen mással, akkor te mindent fogsz érezni. Akkor érezni fogod úgymond a szellemvilágot is, és azokat is, akik nincsenek földi testben. Mert miért kellene mindenkinek földi testben lennie? Nem kell mindenkinek. Hát a legtöbb lénynek úgymond igen. De hát rajtunk kívül még vannak olyanok is, akik nem öltöttek fizikai testet, és akkor mondjuk azt, hogy ők nincsenek, vagy ők meghaltak. Nem. Hát de szerintem ők élnek igazán. És hát gondolom, hogy sokszor nagyokat csodálkoznak, hogy hogy bírjuk mi ezt a fizikai létezést. Hát mondjuk ezen én is csodálkozom sokszor önmagamon. Egyrészt, hogy mi az Istent keresek itt. Másrészt meg, hogy hát ez egy rohadt kemény menet szerintem. Nagyon-nagyon durva, nagyon kemény menet a fizikai létezés. Főleg itt a Földön, ahol ennyi bántalom van, és ahol az emberek ennyire nem szeretik egymást, meg egyébként is szerintem a szeretet frekvenciája, mint olyan, az totál kiveszett innen. Szóval ez egy kőkemény menet. Nagyon-nagyon durva. Én nagyon vágyom arra, hogy egy sokkal magasabb szinten legyek, értekezzek, és hogy ne kelljen már idejönni többször fizikai formátumba. Én nem szeretem ezt annyira. De hát ugye dolgom van, feladatom van, meg hát sok mindent elvállaltam, meg van, akinek ígéretet is tettem, úgyhogy igen, szóval jönni kellett. Tehát ezekre mondják azt, hogy ezek ilyen karmikus ígéretek, vállalások, amelyek tulajdonképpen a földi leszületést, a fizikai testetöltést generálják, mert ha nem lennének ilyen ígéretek, vállalások, aláírások, szerződések, akkor az ember nem jönne ide. Hát igen, itt valamit törleszteni kell, ez nagyon jó szó. Tehát, hogy az ember azért jön fizikai formátumba, hogy törlesszem. A halál állapota, az pedig hát benne is van a nevében, hogy egy áll dolog, és a hál szó pedig azt jelenti, hogy alvó állapot. Tehát itt alvó állapotokról beszélünk. És hát nekem van egy olyan gondolatom, hogy nagyon sokan hát úgy mondják ezt, hogy fel fognak támadni, de én azt mondom, hogy ebből az alvó állapotból átkerülnek egy másik állapotba, sőt, hát én úgy gondolom, hogy mindenki, akivel ez már megtörtént, ahogyan mondtam, ez egy átmenet, és utána nagyon sokféle más változat is van. Hogy az ember testbe kerül-e, vagy sem, és ha testbe kerülsz, akkor hol folytatod tovább az életedet, melyik országban mit csinálsz, és ebből lehet ezer. Tehát lehet, hogy mi már több ezer éve itt vagyunk a Földön. Sőt, hát ahogyan mondtam, rengetegen vannak, akik már az ókorban is éltek. És akkor gondoljátok el, hogy hányfajta születés-halál jelent már meg ezekben az időszakokban. Hát rengeteg. Hát vannak olyanok, akiknek több száz leszületésük volt már. Vagy lehet, hogy olyan is, akinek már több ezer. Ezt nem tudom pontosan, meg szerintem ez mindenkinél máshogyan van. Hát attól függ, hogy ki hogyan teljesíti ezeket a feladatokat, és hányszor kell újra jönnie. Aztán ugye arról is szoktunk beszélni, vagy hát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy amikor valaki úgymond eltávozik, bár szerintem ez sem igaz, hogy eltávozik, majd erről is beszélek, hogy elhúnyt. Na hát a hunyt szót is, ha megnézzük, akkor ez mit jelent? Hát nekem rögtön a hunyócska, mint olyan jut eszembe, de a hunyás az is az alvás, az is az alvást jelenti. Tehát, hogyha a hál szót nézzük, és a huny szót, az mind a kettő alvó állapotot jelent. És ott van mögötte, hogy áll. Hogy nem igaz, hogy talmi, hogy hamis. Tehát tulajdonképpen ez a szó, ez mindent elmond önmagáról. Tehát ezt kellene tudatosítani, hogy itt alvó állapotokról beszélünk, de nem olyan állapotról, ami megszűnik. Hát ha te alszol, hát alvás közben sem szűnsz meg. Miért megszűnsz? Nem szűnsz meg, csak alvó állapotban vagy. De ugye ott is nagyon sokféle fázis van. Tehát az alvás sem úgy történik, hogy csak egyfajta, hát egyrészt síkon valósul meg, másrészt pedig ugye, hát vizsgálni kell az agyhullámokat is, hát abból is többféle szint van és fázis. Tehát ez egy folyamat, az alvási szakasz is egy folyamat, de maga a halál állapota is, a köztes állapot is, és maga a testetöltés is, és az, hogy te testben, fizikumban működsz itt, ez mind folyamat. Ez mind mechanizmus, és azt is mondhatnám, hogy mind átmenet. Hát az itteni testetöltésünk is átmenet.
mondjuk a köztes állapothoz képest, de akkor most melyik az igazi? Vagy szerintetek melyik az, ami mondjuk a legjobb, vagy a leghasznosabb számunkra? Hát úgy tűnik, hogy mindegyikre szükség van. Hát ha csak arra lenne szükség, hogy mi megszületünk, aztán örökké ebben a testben foglalunk helyet, akkor nem lenne halál állapota, nem lenne köztes állapot, nem kellene újra testet tölteni, hanem megmaradnál ebben, aztán 5000 év múlva is ugyanebben a testben lennél. De szerintem az tök unalmas lenne, nem? Hát most megkérdezem azt, hogy te mondjuk 5000 év múlva is ugyanebben a testben szeretnél lenni? Nem tudom. Tehát lehet, persze, nyilván mondhatjuk azt, hogy miért ne. Biztos tök jó lehet, nem tudom. Én azt mondom, hogy nem. Tehát szerintem az, hogy ennyire színes az az egész folyamat, vagy rendszer, vagy ahogyan ez az egész úgymond ki lett találva, vagy meg van teremtve ez idáig, hát ez azt mutatja, hogy ez is egy nagyon gazdag elképzelés, mondjuk így. Tehát azért ehhez fantázia kellett ezt megalkotni, és hogy minden ember úgymond bekerüljön ebbe a létforgatagba, és hogy így teljesítsen szolgálatot a Földön, azért ezt létrehozni, gyerekek, meg ezt megalkotni azért ez szerintem tök durva, tehát nem tudom, hogy ki az, aki ezt ugyanígy ki tudta volna találni, a jó Istenen kívül. Hát nyilván azért ő az irányító, azért ő a úgymond a tervező, és azért ő az, aki adja a törvényszerűségeket, mert ő találta ki ezt az egészet, ő hozta létre, ő teremtette, és hát tulajdonképpen nekünk úgymond úgy kell cselekedni, ami az ő elgondolása, az ő szellemisége, mert hogy mi is ebből vagyunk. Hiszen hát mi úgymond belőle szálltunk alá. Tehát ő a mi létrehozónk, és itt most fizikai viszonylatban ezek a törvényszerűségek érvényesülnek, aztán, hogy szellemisíkon meg mi lesz, és hogy lesz, hát arról is vannak elképzeléseim, de most kifejezetten ugye a testetöltésről beszélünk, és arról, hogy milyen az, amikor az ember ezt leteszi. Hát ugye az is egy átmenet. És arról is lehet tanulni, hogy maga az a pont, amikor az ember, illetve hát ez nem is egy pont, mert ahogyan mondtam, folyamat, hogy amikor az ember kilép innen, az hogyan zajlik, meg egyáltalán mondjuk milyen frekvencián, milyen szinteken, hogyan lehet kilépni. De hát én már olyat is hallottam, hogy vannak olyanok, akik úgy léptek innen ki, hogy nem hagytak maguk után fizikai testet, aztán vannak olyanok is, akik nem születnek le ide újra, és olyanok is, akik igen, akik újra formát öltenek. Ez mondom, ez mindig attól függ, hogy mi a te feladatod, mi a vállalásod. És hát nyilván hallottunk már olyanokról is, akik több száz évet is el tudtak tölteni egy testben, és ezt úgy tudták működtetni, és úgy tudták megőrizni a fizimiskájukat, hogy mondjuk ez ne öregedjen. Egyébként az öregedés folyamatát is hát szerintem le lehet állítani, én úgy gondolom, hogy arra sem lesz mindig szükség, és szerintem a halálra sem. Ugye már elég régóta beszélünk az aranykorról, egy magasabb tudatszintről, és ott szerintem nem fog mindez érvényesülni. Azt nem tudom, hogy testekben maradunk-e, és hogy ez fog regenerálódni, és helyreállni, és mondjuk úgy, hogy konzerválódni, mármint olyan szempontból, hogy ahogy mondtam, ha az ember rezgés szintet emel, akkor nem öregszik. Én mondjuk nem öregszem, és szerintem én 60 évesen is ugyanígy fogok kinézni. Tehát ez attól függ, hogy az ember hogyan él, meg milyen szinten jött ide, meg hogy az itteni testetöltését mire használja. Egyébként a káros anyagok szerintem nagyon öregítenek, és ezt mondjuk nagyon lehet látni. Tehát én például, ha ránézek egy emberre, akkor meg tudom mondani ezt egy másodperc alatt, hogy ő mondjuk kávézik-e, cigizik-e, hogy milyen életet él, mert ezek mind öregítenek. Vagy például az éjszakázás, vagy hogyha mondjuk nagyon szaporán veszi valaki a levegőt, az is öregít egyébként, mert jobban használódik a test, meg a szervek. Szóval nagyon sok ilyen összetevője van ennek a dolognak, és itt vizsgálni kell mind a háromfajta aspektust. Szóval az, amikor valaki elhúny, az azt jelenti, hogy alvó állapotba kerül. De nem a végét jelenti valaminek, hanem a kezdetét, és onnan még nagyon sokféle más változat is lesz, és bekerül egy olyan állapotba, ami után újabb aspektusok lesznek, következnek, de ez ugye mindig attól függ, hogy mi most és korábban hogyan cselekedtünk, mennyi mindent tanultunk meg, avagy nem. Tehát a hál
ál, az egy alvó állapot és egy talmi állapot, és az elhúny, az pedig azt jelenti, hogy most huny egyet az illető, de nem azt, hogy megszűnik. És én úgy gondolom egyébként, ahogyan mondtam, hogy hát lesznek olyan érák, amikor erre nem lesz szükség, tehát nem kell elhunyni, úgymond, mert ott én örökséget látok és tapasztalok, és szerintem mi már voltunk ilyen állapotban, mert ugye az is nagyon érdekes, hogy a régi korok embereiről úgy beszélnek, főleg, hogyha olvasuk a Bibliát, hogy itt több száz éves személyek is léteztek már, és mondjuk egy 5-600 éves lény azt számított körülbelül ilyen középkategóriásnak, vagy középkorúnak, és akkor ahhoz képest mondjuk a mi 30-40 évünk, akkor az mi? Hát semmi, az akkor mondhatnám azt is, hogy olyan, mint hogyha én abban a korban most nagyjából ilyen kisgyerek lennék, ilyen 1-2 éves valaki. De ugye szellemi szintekben nincs idő, és az, hogy ki milyen öreg lélek, vagy ki milyen öreg szellemiséget képvisel, az nem függ az anyagtól. Tehát egy 5 éves gyerek is lehet ős öreg, és olyan öreg bölcs dolgai lehetnek, ami meg mondjuk lehet, hogy még egy 80 éves fizikai testben élő embernek sincs, mivel hogy ő nem ilyen energetikával meg tudással jött ide. Meg mondjuk lehet, hogy ő még nem született le olyan sokszor. Mert szerintem ezt is vizsgálni kell, hogy ki hányszor jött már ide, milyen tapasztalatokkal élt, mert ez adja, úgymond a lélek korát, öregségét, a tapasztalás maga. Hogy te már mennyi mindenen vagy túl, és hogy mennyi mindent tanultál meg, avagy nem. Tehát szerintem, hogyha így vizsgáljuk a halál állapotát, akkor lehet, hogy már nem is annyira félelmetes. Nem tudom, hogy ti így egy óra után hogy vagytok ezzel, meg hogy mennyi mindent tudtam így megmozgatni bennetek. Szerintem sok ilyen aha élményt okoz, vagy okoznak ezek az adások, mert én úgy gondolom, hogy ezek az ismeretek mindenkiben ott vannak. Tehát beléd is beléd van kódolva, csak te nem biztos, hogy emlékszel rá. Viszont így, ahogy beszélek róla, felsejlik benned az, hogy hát igen, te is egy örök lélek vagy, egy örök rendszer, és lehet, hogy a korábbi testetöltéseidre is emlékszel. Egyébként szerintem gyerekkorban nagyon-nagyon lehet ezekre emlékezni. Én például nagyon sok mindent lerajzoltam. És én totál tudtam azt, hogy ez az alak én voltam, hogy ilyen formákban voltam. Én nagyon-nagyon sok mindenre emlékszem egyébként. Tehát nem mindenkinél sikerül olyan jól ez a születési amnézia. Hát ugye ez is attól függ, hogy ki milyen szinten érkezik ide. Hát hogyha mondjuk mesteribb szinten kell jönnöd, mert olyan feladatot kell itt ellátni, akkor valószínű, hogy emlékszel. Aztán ugye azt is szokták mondani, amikor úgymond valaki eltávozik, hogy nyugodjon békében. Szerintem ez ennél egy kicsit több. Én nem gondolnám azt, hogy a halál állapota után az ember, vagy mint létező, békében nyugszik, hiszen utána is vannak feladataink. Ahogyan mondtam, van úgy, hogy újra testet kell ölteni, és újra jönni kell, és újra részt kell venni ebben a fizikai világban, és hát azt tudjuk, hogy egyáltalán nem jár nyugalommal. A béke állapotot szerintem meg teljesen másképpen lehet elérni, és nem így. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás sem helytálló, nem teljesen jó, mert itt teljesen másról van szó. Tehát szerintem teljesen felesleges használni ezt a kifejezést, én mondjuk nem szoktam. Egyrészt, másrészt pedig én vizsgálnám azt is, hogy aki úgymond eltávozik, vagy leteszi a testét, hogy vele utána mondjuk mi van. És ugye sokszor szokták azt is emlegetni, hogy hát el kell engedni az illetőt, mert hát mit tud csinálni, de szerintem ilyen sincs. Mivel, ahogyan mondtam, ezek az aspektusok, energiák, maga az önvaló mindig létezik. Tehát az az ember, aki elmegy, úgymond, vagy elhúny, ugye, ahogyan fogalmaznak sokan, ő azután is létezik, él és van, miután ezt a fizikai formátumot átmenetileg letette, vagy szünetelteti. Hú, hát ez a legjobb szó. Szóval szerintem a halál, mint olyan, az valaminek a szüneteltetése,
a fizikai létezésnek a szüneteltetése, az, hogy az ember mint emberi alakban foglal helyet, de a szüneteltetés után mindig kezdődik valami új, nem? Tehát mondjuk, most csak az jutott eszembe, nem tudom, hogy miért, mondjuk, ha elmész egy színházba, és megnézel egy színdarabot, hát ott is van úgy, hogy van szünet. Hát van úgy, hogy kettő is. És hát a szünet az nem azt jelenti, hogy nem fog újra kezdődni, mondjuk a második felvonás, nem? Hát igen, az életünk, vagy ez a fizikai mi volt, az ugyanilyen. Hogy nagyon sokféle felvonás van, meg nagyon sokféle szerep van, meg nagyon sokféle jelmez, meg nagyon sokféle színtér, és az ember ezekben teljesít feladatot. Hát azt is mondhatnám, hogy Isten az egyetemes rendező, és mindenki úgy fog itt működni, olyan alakokban, olyan formátumban, ahogyan ezt ő megkívánja, és amiben egyébként szerintem mi is beleegyezünk. Békében nyugodni szerintem nem így lehet, mert ahogyan mondtam, ezután, az állapot után is vannak feladataink, és én úgy gondolom, hogyha az ember, vagy mint létező, szellemi létformában foglal helyet, és nem fizikumban, akkor is vannak feladatai, bár én úgy gondolom, hogy a tényleges feladatok ott kezdődnek el. Az már egy nagyon magas szint, ahol komoly dolgok történnek, alakulnak, vagy azt is mondhatnám, hogy az ottani döntések alakítják a fizikai világot, a fizikai létezést, na hát az feladat. Szóval ilyen irányítói szerepeket betölteni, és ilyen mesteri szinten lenni, szerintem az nagyon csodálatos lehet. Szerintem így is érdemes megvizsgálni ezt az állapotot, meg igen, szerintem kellene róla beszélnünk. Aztán ugye az is eszembe jut, hogy nagyon sokan ugye feketébe öltözik. Természetesen ez kultúráktól is függ, és időszakonként ez változik, hiszen régen, amikor valaki elhunyt, akkor nem feketébe öltöztek az emberek, hanem fehérbe. Bár megmondom őszintén, hogy ezt sem értem, hogy erre miért van szükség. Tehát ha valaki feketébe öltözik, az pont azt mutatja szerintem, hogy ő úgy gondolja, hogy itt valaminek a vége van. Tehát, hogy itt kihunyt a fény, hogy a fekete az ugye azt jelenti, hogy abban nincs fény, abban nincs élet. De hát itt pont arról beszélünk, hogy ez egy átmenet. És szerintem a fehér szín az egy nagyon makulátlan, tiszta szín, és az az igazán, ami fényes, és ami egy új kezdetet jelent. Nekem például a fehér a kedvenc színem, pontosan azért, mert makulátlan. Természetesen szeretem a feketét is, de nem gondolnám, hogy a fekete lenne a gyász színe. Mert szerintem itt nem kellene gyászolni. Mert miért gyászolsz meg egy olyan valamit, ami örök? Az, hogy te nem látod, vagy fizikailag nem találkozol vele, az is csak egy átmeneti állapot. Hát nekem van olyan hozzátartozom, akivel már nagyon sok korábbi testetöltést éltem, és olyan is van, akinek konkrétan emlékszem a halálára. De most újra itt vagyunk. Tehát csak egy ideig, óráig kellett elbúcsúzni egymástól, de hát erre az átmenetre, vagy arra az időszakra, amit nem töltöttünk együtt, arra emlékszik valaki? Hát szerintem nem nagyon. Tehát arra fogsz emlékezni, ami mondjuk az utolsó emléketek egymással, és arra, ami a mostani, de a kettő között te nem fogsz időt érzékelni. Hát szerintem pontosan ezért van az, hogy ilyen úgymond amnéziát is kap az ember, mert lehet, hogyha emlékeznénk ezekre, az átmenetekre, akkor valószínű, hogy azokat nem tudnánk feldolgozni, tehát valamilyen szempontból szerintem itt mi védelmezve is vagyunk, úgymond. Mert szerintem nem bírná el ezt a tudatunk, mondjuk így. Tehát azért nagyon sok mindent nyilván nem tudunk feldolgozni, meg nagyon sok minden ugye sokkoló hatásként ér, de hogyha elkezdünk ezekről beszélgetni, és megismerjük ezt a folyamatot, és hát a halálnak a folyamatát miért ne lehetne megismerni? Hát az is itt van, az is köztünk van, hát nem csak a születésről kellene ennyit beszélni, mert az csak az egyik oldal, de hát ott a másik oldal is. De egyik sem rosszabb vagy jobb a másiknál. Hát ugye azt szokták mondani, hogy a születés jó, a halál meg rossz. Hát szerintem ez nem igaz.
Hát a születés is lehet nagyon úgymond kellemetlen ügy, meg egyáltalán az, hogy az ember fizikumba létezik, vagy van, és hát a halál meg lehet egy nagyon felszabadító érzés, ahogyan mondtam. Amikor én átéltem ezt az átmenetet, én olyan boldogságot, melegséget és békét éreztem, amit itt azóta sem érzek. Tehát akkor most mi a jó, mi a rossz? Szerintem egyik sem ilyen vagy olyan, mind a kettő állapot. Itt nincs jó meg rossz, itt tanulandó folyamatok vannak. És olyan folyamatok, amelyeket igenis érdemes megismerni, hogy az ember sokkal jobban átlássa ezt, és hogy boldogabban tudjunk itt élni. És hogy mondjuk ne féljünk egy olyan dologtól, ami nem a végét jelenti valaminek, hanem erre te úgy is tekinthetsz, hogy ez egy új kezdet, ez egy átmenet. És nagyon sok dolog van még ezen kívül is. Szóval ez egy nagyon érdekes téma, és hát jó, hogy belevágtam, vagy hát legalábbis én úgy gondolom, hogy erre az anyagra is szükség van. Tehát szerintem tágítani kellene, sokkal több oldalról megvizsgálni bizonyos folyamatokat, és azt megnézni, hogy mi van minden mögött, meg mi van minden után. Tehát, hogy itt nem ilyen végletes megoldásokban kell gondolkodni, hanem abban, hogy ez egy egészen örök halmaz, ez egy hatalmas nagy halmaz, és nagyon sokféle lehetőség van, nem csak az az egy, amit látsz. Szóval, hogy ne csapjon be az anyag. Én csak erre kérek mindenkit, hogy vizsgáljátok meg azt, hogy az a bizonyos állapot, az tényleg az, amit mutat? Vagy hogy mi miért nem látunk túl ezen? Vagy miért hagyják nagyon sokan, hogy becsapják őket? Ez a fajta mechanizmus. De én úgy gondolom, hogy egyre több felébredt ember van, és nagyon sokan tudják, hogy a halál, mint olyan, az mit jelent, és hogy ez egy alvó állapot, és hogy utána is van tovább, meg előtte is volt. Hát ahogyan mondtam, lehet, hogy már több száz ilyen helyzetet átéltünk, csak hát ugye nem emlékszünk rá, vagy hát nem mindenki. De hát attól még itt vagyunk, és újra beszélünk, és cselekszünk, és igazából szerintem ezek nem hagynak olyan mély nyomokat bennünk, hát maximum azok hagyhatnak mély nyomokat, amelyek mondjuk fájdalmak, lehettek a korábbi testetöltéseinkben, vagy szenvedések, mondjuk olyan dolgokra például én is emlékszem, vagy arra, amikor például én nagyon-nagyon féltem bizonyos helyzetektől, mert ezek így belénk vannak kódolva is zsigerileg. És akkor, amikor te találkozol egy ilyen szituációval, most az újbani testet öltésedben, akkor te automatikusan elkezdesz ettől mondjuk félni, mert lehet, hogy a korábbi testetöltésedben ez a helyzet, szituáció okozott neked bármiféle bántalmat, de egyébként emberek is lehetnek így. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk a rokonaid között, vagy az ismerőseid között van olyan, akitől te mondjuk zsigerből mondjuk félsz, vagy elutasítod, vagy hiába a rokonod, de mondjuk nem tudod őt úgy szeretni, mert valami furcsaságot érzel. Egyébként ez azért van, mert lehet, hogy az előző életeitekben mondjuk ő bántott téged, vagy akár mondjuk meg is ölhetett, és most újra egy térben vagytok, vagy akár egy családban, és mondjuk egy olyan emberrel élünk együtt, aki korábban mondjuk bántalmazott, és nyilván erre te emlékezni fogsz. Tehát ezekre emlékezhetünk. De szerintem a köztes állapotokra, hát nem tudom, hogy van olyan, aki ezekre mindre emlékszik hajszálpontosan, és meg tudja mondani, hogy akkor ott mi volt, meg hogy egyáltalán kik a szellemi vezetői, hát nem tudom. Tehát persze nyilván nekem is nagyon sok emlékem van, meg sokat tudnék erről beszélni, de hát mindenre szerintem emberi létformában nem lehet emlékezni, mert nincs is megengedve. Szóval érdemes lenne innentől kezdve így vizsgálni ezt az állapotot. Hát, ha valaki végighallgatta ezt a hosszú anyagot, akkor nyilván érdemes ezt is egy picit tovább gondolni, és hát megnézni azt, hogy tulajdonképpen mi milyen utat vállaltunk, hogy mi milyen szerepben vagyunk, és hogy itt hogy működik ez a rendszer. Én nem gondolom egyébként, hogy a nagy egyetemességben ez mindenhol így van. Hát a fizikai helyre, vagy erre a bolygóra, és változatra ez érvényes, és én egyébként azt sem gondolom, hogy ez mindig így lesz, így marad, mert nem is mindig volt így. Tehát szerintem ennek az állapotnak is nagyon sok válfaja van, és ahogyan mondtam, ez korszakonként változik, de hát azt is látjuk, hogy most újra elkezdett emelkedni
kitolódni az emberi, mondjuk úgy, hogy korhatár, mert rengeteg száz éves vagy afeletti emberrel lehet már találkozni, és mondjuk tudjuk azt, hogy például a középkorban hát fele ennyi ideig sem éltek az emberek, és hát voltak olyan korok, amikor meg több száz évig is egy testben tudtak helyet foglalni, bár ahogyan mondtam, az élet örök, és ami a mostani korunk, az nem az életkora, az a mostani testünk kora, az a fizikai megnyilvánulásunk kora, de nem az életünk kora, az életnek szerintem nincs kora, mivel az egy örök rendszer. Annak lehet kora, ami a különböző testet öltések váltakozása. És hogyha ezt összeadjuk, akkor ez lehet több ezer év is. Tehát itt vannak olyanok, akik több ezer évesek. Hát szerintem én is nagyon hajazok erre, mert azt érzem, hogy tényleg én is, mintha több ezer éve itt lennék. És néha már nagyon úgy vagyok vele, hogy már tök elég. És szerintem ezt nagyon sokan érezhetik. De ez nem csak a mostani testet öltésem fáradtságából jön, mert nyilván 40 év alatt azért annyi mindent nem lehet megélni, mint mondjuk több ezer év alatt. Tehát ezt a fáradtságot, vagy ezeket a tapasztalatokat, ezeket a korábbi testet öltéseinkből is hozzuk, mert ezek megmaradnak, mert ezeket tároljuk. Hiába tettük le már sokszor a testünket, meg vettünk fel helyette újat, hát nem a test fog emlékezni. Nem abban tárolódik az emlék, az információ, semmi. Az a lelkedben van, vagy az önvalódban, vagy teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük, de a testben semmiképpen. Mert akkor az emlékeid is megszűnnének, amikor te leteszed ezt a fizikumot, de nem szűnik meg. Mert hát tudjuk, hogy mi volt, és szerintem nagyon sokan azt is tudják, hogy ezután mi lesz. Mert egyébként szerintem nagyon sokan tudatosan készülnek arra, hogy eme testet öltésük után milyen feladataik lesznek, és hogy nekik mit kell majd végezni. Hát egyébként én is nagyon sok mindent tudok, és sokszor azt érzem, hogy bár ott lennék már, és bár csak szellemi szinteken foglalnék helyet, és ez az anyagi világ, ez már nekem nem kell. Szóval én ezt már nagyon nem, néha nagyon nem szeretem. Persze vannak benne jó pillanatok, de hát én megmondom őszintén, hogy én annyira nem vágyom ide. Szóval én nagyon örülnék annak, hogyha ez már egy magasabb szinten létezne. És ami még eszembe jutott, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy aki elhúny, vagy húny, vagy alszik, ugye, és alvó állapotba kerül, hogy ő eltávozik, hogy elmegy. Hát szerintem ilyen sincs, mert szerintem senki nem távozik el. Hát a fizikai világból lehet egy darabig, de én azt nem nevezném távozásnak, hiszen az energetikája az megmarad, az itt marad. Hát akkor hova távozik el? Sehova. Csak te nem látod, és azt hiszed, hogy az a valami eltávozott. De ez olyan, mint hogyha mondjuk te ülsz egy szobában, és én átmegyek a másik szobába, és oda teszek mondjuk egy almát a polcra, te ebből a szobából nem látod, de attól az az alma még ott van, nem távozott el, csak átment egy másik szobába, mert én oda raktam. Túl kell látni ezen az egészen, értitek? Tehát, hogy azért, mert valaki leteszi ezt a testet, nem fog eltávozni, mert nincs is megengedve. Hát nehogy azt higgyétek, hogy csak ennyi. Hát azért Istennek ennél egy kicsit gazdagabb a fantáziája. Nem engedi el csak úgy a lényeket, akiket ő teremtett, ő hozott létre. Hát más formákat generál, és más helyzetekben lesz, és az is lehet, hogy újra fogsz vele találkozni. És ez sem igaz, hogy aki meghalt, azzal nem fogsz újra találkozni, mert dehogy nem, mert lehet, hogy még 100 millió életet le fogtok élni egymással. Persze, hát annyi nincs, most csak mondtam egy nagy számot átvitt értelemben, de nekem van olyan, akivel már legalább 8 testetöltést is leéltem, vagy legalábbis éltünk együtt, vagy találkoztunk, és hát a halál sem választott el. Szerintem ez igaz, tehát a halál sem választ el, nem tud elválasztani a halál, csak ideig, óráig, de ahogyan mondtam, te erre nem fogsz emlékezni, erre az átmenetre, csak arra, hogy az a valaki újra ismerős lesz, és fel fogod fedezni, és rá fogsz jönni arra, hogy már korábban is együtt éltünk. Hát nekem pont ilyen szituációm van, hogy akivel én korábban együtt éltem, de most nem fogom kidumálni ezt a történetet, mert szerintem ő is pontosan tudja, hogy miről van szó. Elveszítettem, mert ő meghalt, és most újra jöttem, és ő is újra itt van, és felismertük egymást, ennyi. Az érzés az most is van, és az lehet egy.
lehet egy az érzés, és totál felismerhetitek egymást, de ebből szerintem ilyen emberből rengeteg lehet az életünkben, mert vannak olyanok, akik mondjuk korábbi életeinkben mondjuk a testvéreink voltak, vagy a gyerekeink, most a szüleink, vagy fordítva, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a halál nem választott el, maximum új szituációkat generált, és szerintem ez nagyon jó szó, kifejezés, és akár ezzel össze is foglalhatnám a mai adást, hogy tulajdonképpen a halál állapota, mint olyan, az egy átmenet, de mindig új szituációkat teremt. Maga a létezés, ami örök. Mert nem múlik el, mert szituációkra, feladatokra, helyzetekre mindig szükség van. És az is lehet, hogy te újra fogsz azzal a valakivel találkozni, max nem ugyanolyan testbe. Na de az baj. Hát szerintem nem baj. Bár én még azt is megmerem kockáztatni, hogy vannak, akik ugyanabban a testben születnek le, és nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezt mi már egyszer végigéltük. Mert nekem túl ismerős a mostani testetöltésem ahhoz, hogy szerintem ez már egyszer megtörtént. Nekem van egy olyan gondolatom, hogy lehet, hogy kétszer éljük ugyanazt. Minimum kétszer. És hogy az, ami most van, ez már egyszer volt. De az is lehet, hogy többször. Hát szellemi szinteken biztos, hogy megtörtént ez az egész, hiszen ott már az is van, ami anyagban csak 20 év múlva lesz itt. De én azt is gondolom, hogy lehet, hogy már fizikumban is megéltük ezt egyszer. Nem lehet tudni. Hát ezt is ugye vizsgálni kell. És ezért van az, hogy ennyire ismerős egy másik, vagy egy hely, egy táj, hogy olyan, mintha ezt már átélted volna. Igen, ez azért van, mert már átéltük. Mert tényleg átéltük. Igen, mert benne voltunk, lehet, hogy nem mindent fizikai síkon, lehet, hogy szellemileg, mert ugye ez nagyon gyorsan halad, sokkal gyorsabban, mint a fizikai sík, de hogy már minden van, az is biztos. A jövő a mostban van, a jelenben van, de a múlt is a jelenben van. Minden egy pontban van. Annyi, hogy emlékezni kell ezekre, és szépen ki kell tudni bontogatni. És az is csodálatos, amikor felfedezel valakit, akiről pontosan tudod, hogy mondjuk az előző testetöltéseidben együtt éltetek, mert hát a szeretet nem múlik el. A szereteten még a halál sem fog. Bizony. Szóval a halál az egy áldolog. Ő egy hamis valami, és igazából szerintem nem kell tőle annyira tartani, mert ő csak megmutat valamit, mert ő egy átmenet, egy kapu, amin ha az ember átmegy, akkor lesz valami más, kezdődik valami új. Hát ezt így is föl lehetne fogni, hogy most lesz valami új. Hogy most új dolgok fognak történni, új helyzetek, új helyszínek. És ez nem jó. Hát a tapasztalás miatt erre van szükség, hogy ezeket átéljük. Ahogyan mondtam, ha mindig ugyanabban a testben foglalnánk helyet, és mindig ugyanaz lenne, szerintem az unalmas lenne, és nem tudnánk ennyit fejlődni. Szóval szerintem az átmenetekre pontosan ezért van szükség. És ahhoz, hogy átmeneteket éljünk át, ahhoz kell, hogy legyenek új kezdetek, de ahhoz az is kell, hogy sok mindent magunk mögött tudjunk. Hát igen, tudom, hogy az a mai kor embere, meg hát ugye amúgy is, hogy nem nagyon tudunk elengedni, meg búcsúzni, de szerintem búcsúzni igazából 100%-osan sosem kell. Én így gondolom. Tehát szerintem nem kell végleg elbúcsúztatni senkit, mert ahogyan mondtam, minden át fog alakulni. És majd lesz ő még másmilyen, és ő majd még jön, vagy átalakul valami mássá. De attól ő nem szűnik meg. Hát én így gondolom. De hát nem csak én gondolom így, hanem nagyon sok olyan tantétel, ami szerintem túllát mindenen, ami az igazság. És én például azt sem szeretem, amikor valaki ezzel az állapottal fenyegetőzik, mert szerintem nincs mivel. Mert ahogyan mondtam, az ember képes arra, hogy újra szülessen, hogy újra visszajöjjön a testébe akkor, hogyha ez kell. De szerintem nem kell feltétlenül mindig testet ölteni. Nem kell, mert az ember, vagy mondjuk úgy, hogy a lény, vagy mint energetikai halmaz, mint létező, mi így is vagyunk. Hát akkor válunk emberekké, vagy legalábbis mondhatjuk ezt, amikor
ezt az emberi testet kezdjük el mozgatni, de hát egyébként szerintem mi már nagyon sok minden voltunk, sőt, hát én azt tanultam, hogy már mindenféle szerepben, alakban, létezési formában kipróbáltuk magunkat, és hát az emberi forma most az, amiben lennünk kell. De az emberi létformán kívül és e fölött is van még, tehát nem az emberi létezési forma és alak az utolsó állapot, hanem ez is csak egy kapu, és innen még vannak felsőbb szintek is. Nekünk ezt is meg kell majd ugorni. De ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, ahhoz kellenek az átmenetek, és az, hogy fejlődjünk. Tulajdonképpen szerintem ez a fajta állapot, amit ugye hal állnak neveznek, vagy az, ami azt jelenti számunkra, hogy hál, ez is ezt a folyamatot, hát nem azt mondom, hogy segíti elő, de akár ezt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen, hát igen, az átmenet része. Ez nagyon jó szó, igen. Az átmenet része, a fejlődésünk része, ennek a folyamatnak a része, hát ez most még van. Aztán, hogy mi lesz az aranykorban, szerintem ott már nem kell ilyen állapotokról beszélni, mert ott ez már meg fog szűnni, ez csak addig van, amíg minket tanít. Ezek tükrök. És azt tanítja meg nekünk, hogy lássunk túl az anyagon, hogy ne higgyünk ezeknek az illúzióknak, hogy legyünk sokkal okosabbak, éberebbek, felkészültebbek, és hogy, hát nem azt mondom, hogy ne legyünk szomorúak, de nem kell ezeket a fájdalmakat átélni, meg ezeket a szenvedéseket, mert ahogyan mondtam, minden örök. És az is, akiről te azt hiszed, hogy elveszítetted, szerintem ilyen nincs. Szerintem nem lehet elveszíteni azt, aki igazán a tiéd, vagy aki hozzá tartozik, mert szerintem újra be fogjátok egymást vonzani. Mert ez az erő annyira erős. Mert az energetikából fel fogjátok egymást ismerni. És ahogyan mondtam, nekem nagyon sok ilyen ember van az életemben, de egy biztosan, akiről pontosan tudom, hogy mi együtt éltünk, és együtt voltunk, de aztán elveszítettük egymást, úgymond, de most újra itt vagyunk. Tehát megtalálhatjuk egymást újra, fizikumban is. De az érzés az nem múlik el, mert az átöröklődik, vagy azt is mondhatnám, hogy az érzés az állandó. Az mindig van. És amikor a tudatodra ébredsz, már keresheted ezt az embert. Hát én is így voltam vele, kicsi korom óta keresem. De már tudom is, hogy ő ki. És totál emlékszem erre a dologra. És hát szerintem ez kölcsönös. És ez tök jó, amikor felismerjük egymást. Szóval igazából 100%-osan soha nem tudunk semmit elveszíteni, ami a szeretetről szól, ami az örökségről szól, ami az igazi kapocs és összetartozás, mert ez mindig van, és ezen még a halál sem fog. Nem tud rajta fogni, mert nem töröl annyi mindent. A testben lehet, hogy igen, és lehet, hogy a test az tényleg mint anyag elporlik. Mivel, ahogyan mondtam, az anyagnak ez a tulajdonsága. De az önvalót nem tudja elpusztítani, mert az örök, mert az mindig él, az van. És ami van, azt nem lehet elpusztítani. Mert a vanságnak nem a halál az ellentéte, a vanságnak nincs ellentéte. Hát azt is szoktuk mondani, hogy az életnek nincs ellentéte. Az életnek nem a halál az ellentéte. A születésnek, a testetöltésnek. Mondjuk úgy, hogy az ellentéte a halál, ami ugye a test letétel, amikor te ezt leteszed, de én nem beszélnék itt ilyen ellentét párokról, én azt mondanám, hogy az a kiegészítője. Szóval itt kiegészítések vannak, de nem ellentétek vannak. És hát ugye az a lényeg, hogy mindent egységbe kezeljünk, mert minden egy, és ha így nézzük, akkor nincs szünet. Akkor nincs vég állapot, csak kezdet, mindig kezdet. És nem tudunk eltávozni. Maximum más berkekben leszünk tovább, de az olyan nagy baj. Hát ha megéreznétek azt, hogy milyen az a sík, amiről én beszélek, mennyire barátságos, szeretetteljes, akkor tudnátok azt, hogy az az igazi fellélegzés, és az az igazi szabadság, és ott is úgy már olyan csodálatos lenni magasabb szinteken, amit te fizikai viszonylatban igazából nem nagyon érsz el. Hát ezért kell tanulni, fejlődni, hogy az ember tudatilag beemelje magát egy sokkal kiegyensúlyozottabb érába.
És ezt szerintem meg tudjuk tenni globálisan is, hogy ezt az egész rendszert átemeljük oda, és hogy már így legyünk, így éljünk, szabadon, makulátlanul, tökéletesen. Hogy úgy legyünk tökéletesek, hogy mégis itt vagyunk. És az anyag tökéletlensége és illúziója ne befolyásoljon bennünket. És ne higgyünk ezeknek a dolgoknak, hanem emelkedjünk fel ezen, lássunk túl mindenen, és így élvezzük az életet, ami édes, és aminek nincs vége. Mert mindig vagyunk. Mert mindig létezünk, hiszen Isten szeretete táplál bennünket, és az egy olyan erő, egy olyan hatalmas energia, ami állandó. És nekünk ezt az állandóságot kell táplálni, erről beszélni, elmondani, hogy ez milyen, és így lenni. Mindig, mindig lenni. Mert ez a jó, és ez az igazság. És sokkal könnyedebbé lehet tenni a fizikumot, mint olyat. Igen. Mert mi vagyunk az irányítók, mi vagyunk a szellemi vezetők. Az anyag legalacsonyabb szinten rezeg. Hát ne higgyünk úgymond a buta anyagnak, hát legyünk már ennél mi sokkal okosabbak, és irányítsuk mi az anyagot, és ne hagyjuk, hogy az anyag irányítson bennünket, meg az érzelmeinket. Nem kell belesüppedni ezekbe a fájdalmakba, és egyébként szenvedni sem kell, ki lehet belőle lépni. Lépj ki belőle, és élvezd az életet. Én azt is tanultam, hogy elvileg mindenem mosolyogni kellene, mert ahogyan mondtam, itt minden illúzió, az anyag csak illúziót generál, nem ez a tényleges valóság, mert ez ál dolog, hamis, talmi. Nem ez az, ami a tényleges valóságot mutatja, értitek? Szóval ne higgyetek neki, és ne higgyetek úgymond ennek az átmenetnek sem. Illetve az a fontos, hogy tanulmányozzuk, de ne higgyük el azt, hogy ez a vég, mert nem a vég, hanem az, ami a mostban van, ami egy mutatvány, ez a jó szó, ez is egyfajta mutatvány, hogy ez most még így van. De szerintem nem kell, hogy mindig így legyen. És akkor már örökké boldogan és felszabadultan tudunk élni, ha megteremtjük ezt az állapotot. Mert képesek vagyunk rá. Mert így is lehetünk. Mert a létezés így él igazán. Akadályok nélkül, blokkok nélkül, szembesítő elemek nélkül. Hiszen a fizikai világ arra való, hogy szembesítést adjon, tükröt. De ha te ezt megtanultad, levizsgáztál, és már magasabb szinteken vagy, akkor rájössz arra, hogy ez az egész csak egy mese, meg egy vállalás. De jó volt átélni minden egyes pontját. Úgyhogy én nem búcsúzom, mert tuti, hogy fogunk még találkozni, így vagy úgy. Ha a szellemi szinteken, akkor az is az igazság. Szerintem az a fő, és a legfontosabb feladat.